Sziasztok! Elérkeztünk a Vlogtober utolsó részéhez, amiben végre egy kis őszies dolog is történni fog, mert most munka után vagyok, Martin először hazahozott, és indulunk egy vadas parkba, ahol már nagyon-nagyon régóta szeretnék elmenni, és amire TikTokon lettem figyelmes, úgyhogy oda elviszem így magammal a kamerát is természetesen, illetve holnapra is van már egy programom, remélem, hogy össze is fog jönni, és akkor így tényleg ilyen nagyon őszies jelleggel zárul majd ez a Vlogtober sorozat. Amúgy ennek a résznek így a témája, mindig olyan viccesnek tartom, amikor így erről beszélek, hogy oké, ennek a résznek a témája, de nekem például nagyon sokat segít abban, hogyha egy-egy részt valamilyen tematikával összekapcsolok. Na szóval, hogy a mostani téma az az őszies receptek, szeretnék egy-két dolgot megmutatni nektek, amiket már így a múlt héten is elkezdtem felvenni, mert ugye főzök itthon is, meg a munkahelyemen is, és egy-két dolgot így összegyűjtöttem, ami szerintem tökéletesen passzol erre az évszakra. Remélem, hogy lesz olyan köztem, amit majd szívesen kipróbáltok, most pedig induljunk!
rajtam látható színekből kitaláljátok, hogy hova megyünk? Ma is, mint a tavalyi vlogtober utolsó részében, és azt hiszem, hogy október utolsó napján, mert ugye még 30-a van, de ez mindegy most, egy tök farmra, egy tök kiállításra megyünk, és izgatottan várom, mert hogy ez nem az, ahol tavaly is voltunk. Itt NRV-ben elég sok van, mármint engem meglepett, amikor rákerestem, hogy tényleg több választási lehetőség is akad. És az, ahova megyünk, az elvileg itt a tartománynak a legnagyobb tök kiállítása, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz. Gyertek velünk! Hazaértünk a tök kiállításról, mert át is vedlettem itthoniba, mindjárt kicsit lepihenünk a kanapén, utána pedig készül a vacsora, amit majd meg fogok nektek mutatni, mert hogy ugye most a receptek a témánk. Viszont gondoltam, hogy egy pár szót így ejtek erről a tök kiállításról. Ahol tavaly voltunk, az, ha őszinték szeretnénk lenni, akkor mind a kettőnknek egy picit talán jobban tetszett, mint ez a mostani. Itt tényleg arról volt szó, hogy egy ilyen kiállítás, úgymond, ahol tökökből különböző állatokat formáltak meg. Azt hiszem, hogy az erdő volt most a téma erre az évre. Szerintem amúgy megéri elmenni és megnézni, viszont ezt már tavaly is említettem, hogy lehetne ilyen külön idősávokat, nem tudom, létrehozni gyermekeseknek és gyermekteleneknek, mert tele volt. Tényleg tele volt az egész gyerekekkel, és nem vagyok gyerekellenes, viszont nem csak a gyerekek élvezik ezt, hanem én is ugyanúgy élvezem. Felnőttként is lehet ezt élvezni, és el lehet menni ugye, nem tudom, szórakozni, jó fényképeket csinálni, vagy csak azért, mert tényleg szereti az ember így az őszt és a tököket. Szóval még mindig ezen a véleményen vagyok, hogy szerintem megérni ezt így valahogy külön szedni, de összességében túléltük, mint ahogy tavaly is, viszont szerintem jövőre valami kisebb, ilyen kis tök farmot keresek, ahol remélhetőleg nem lesznek ennyire sokan, mint amennyire itt voltak. Felvételt azt így is készítettem. Nem tudom, hogy mennyit tudok majd belőle felhasználni, mert ahogy ugye mondtam, tényleg sokan voltak, és én szoktam azért arra törekedni, hogy ilyen nagyon nagy embertömeget ne igazán vegyek fel, vagy hogy ne igazán lehessen felismerni bárkit is. Így videóban majd meglátjuk, hogy ezt így mennyire sikerül kiviteleznem. A legvégén beugrottunk még a Hofládenbe, ami hát egy ilyen üzletszerűség, ahol többnyire regionális bio termékeket szoktak árusítani, és vettünk egy-két dolgot. Méghozzá annyira megörültem, amikor Martin meglátta, hogy lehet kapni a monsaui mustárt, mert mi, amikor ugye Monsauban voltunk még tavasszal, akkor nem is tudom, 6 vagy 7 üveg mustárral tértünk haza, na már most ebből azt hiszem, hogy 3 van még,
és pont a legfinomabbak már elfogytak. A legfinomabb az a paradicsomos volt, de tényleg ezt nem mustárként, vagy hát, de tulajdonképpen a mustár is lehet ilyen mártogatósként enni, de ez zseniális, tényleg a legfinomabb mustár, amit életemben ettem. Úgyhogy újra is vettük, és már érzem, hogy összefut a nyálaszámban. Illetve a másik, ami szintén nagyon-nagyon jó, és ezt ajánlották már akkor is, hogy ez tökéletes például salátadresszingek készítésére, amihez én elég gyakran használtam is, az pedig ez a mézes mákos. Ez is isteni finom, úgyhogy ezeket újra vettük. Nem mondom, hogy olcsó mulatság, mert hogy 13 euró egy ilyen bödönnel. Azt hiszem, hogy amikor ott voltunk, akkor olcsóbb volt. Valószínű, ők is ugye emeltek az áraikon egyrészt, másrészt pedig, mivel nem ott helyben vásároltuk meg, ezért a szállítási költség is bele van már kalkulálva. Aztán megláttam a hűtőben kecsketejből készült friss kézet, ilyen vajkrémszerűség, méghozzá rozmaringos mézes. Én nagyon szeretem a kecskesajtot, úgyhogy... Hát ez így beugrott hozzám. Martin amúgy nem szereti, és öcsém se, úgyhogy ez csak az én szenvedélyem. Van itt még egy alkohol, nem igazán szoktam alkoholt inni, viszont néha előfordul. És nem tudom, emlékeztek erre, hogy amikor Lengyelországban nyaraltunk, akkor nagyon rá voltam kattanva egy ilyen levendulás citromos jégkrémre. Na abból tényleg szinte minden nap megettem egyet. És megláttam ezt a levendulás citromos szekkót. Ezt meg fogom kóstolni, mert hogy levendulás citromos, és azonnal tényleg Lengyelország, meg ez a jégkrém jutott az eszembe. Aztán ugye volt egy csomó ilyen házi készítésű termék, és találtam egy tésztát, amiből szerintem tökéletes krumplis tészta készülhet majd. Szoktam néha ilyen nagyon-nagyon egyszerű magyaros recepteket is készíteni, a mai vacsoránk is ilyen lesz, úgyhogy majd erre mindjárt kitérek. És arra gondoltam, hogy mi ugye ezt szeretjük mindig feldobni savanyúborkával, csemegőborkával, céklával és ilyesmivel, úgyhogy vettem egy üveg céklát, meg egy üveg, hát ez tulajdonképpen egy ilyen édes savanyú uborka. Ezek is ilyen nélkülözhetetlen elemek nálunk, főleg ilyen ételekhez. De amúgy, ami vicces, hogy ha körit főzök, akkor is szoktunk hozzáenni. Ezeket elpakolom, aztán bekeverem a palacsinta tésztát, mert hogy palacsinta lesz ma a második fogás. Anyukámnak a receptjét szoktam használni mindig, nekem ez a recept nagyon-nagyon bevált, be fogom írni nektek az infoboxba. És a héten csináltam már palacsintát munkában, méghozzá kedden, egy magyaros krumplileves után, és minden elfogyott. Kisütöttem nem is tudom, ilyen 35 darab palacsintát, és az utolsó darabig megették a gyerekek. Utána mondták is, hogy legyen gyakrabban palacsinta, hát lesz természetesen. Nem gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz. És a leves is elfogyott amúgy, ami meglepett, mert egy picit tartottam tőle, hogy ízleni fog-e egyáltalán nekik, mert ilyen tejfölös habarást készítettem hozzá. De egy ilyen nagy, azt hiszem nagyjából ilyen 5 literes fazékban készítettem a levesést, elfogyott. Minden fogyott, úgyhogy örültem neki. Na szóval, a levesünk pedig a palacsinta előtt egy tojásleves lesz. Nem tudom, hogy ti szeretitek-e, vagy csak így a gyerekkorotokból vannak emlékeitek róla. Én tudom, hogy nekem az iskolai menzán előfordult tojásleves, és én már annó is nagyon szerettem, pedig a legtöbb gyerek nem igazán volt odaértem. De ahogy mostanában szoktam csinálni, egyrészt ugye budjantok bele tojást is, másrészt pedig jó sok tojást csorgatok bele, úgyhogy ezt fogom ma elkészíteni, egy egyszerű, relatív olcsó receptről van szó, ami gyorsan megvan, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen recepteket is. Nem mondom, hogy ez most kifejezetten őszies recept, de a leves az ősszel mindig passzol, szerintem legalábbis. Ez a második szabadnapom így egymás után, és amikor egyhuzamban van 2-3 szabadnapom is, elő szokott fordulni szerencsére, akkor igyekszem így felosztani, hogy melyik nap mit szeretnék elintézni. Tegnap például ugye Martinnal voltunk, programoztunk, úgyhogy tegnap így a kapcsolatunkat ápoltuk, ez is nagyon-nagyon fontos, és ugye kihasználtuk, hogy vasárnap volt, és ő is szabad volt, ma dolgozik, épp ezért ma... Hát ilyen háztartást intéztem, illetve így a városban voltam most nagyjából 4 órán keresztül, és mindenfélét elintéztem, amit el kellett, nem tudom, például megvettem a bérletemet, voltam DM-ben, Rossmannban, hol voltam még? TK Maxx-be beugrottam, most így nem is tudom, mikor voltam utoljára, szerintem még szeptemberben, úgyhogy egy kicsit így kíváncsi voltam, meg úgy voltam vele, hogy oké, akkor szétnézek.
És arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mit vettem. Vettem anyukámnak még egy pár dolgot, mert már majdnem teljesen összeállítottam a csomagot, amit szeretnék most neki küldeni. Illetve ugye említettem nektek, hogy a legújabb mentor gyerekemnek most lesz majd a születésnapja a jövő... Várjátok, ma már hétfő van, akkor nem ezen a hétvégén. Megrendeltem neki az ajándékot, amit a csoporttól kap. Egy hajvasalót szeretett volna, legalábbis ezt a tippet csúgta meg a nevelő anyukája. És úgy voltam vele, hogy oké, akkor ezt megrendelem. Valamint ugye neki is szerettem volna valami kis aprósággal készülni, és akkor így ilyen hajápolási termékeket kap tőlem. Ezeket is szerintem amúgy mindjárt megmutatom majd. Eléggé gondban voltam, így a Rossmannban nézelődtem, és szerettem volna valami szép és jó illatú sampont és balzsamot, meg ilyen hővédőt, meg néztem volna ilyen haj egyenesítő krémet, vagy bármi ilyesmit. Nekem ugye a Paul Mitchelltől van ilyen termékem, viszont az átugrotta volna már magával ezzel az egy termékkel azt a keretet, amit erre szerettem volna most szenni. Szóval a drogériában nézelődtem, és nem igazán találtam annyira sok mindent. Lehet, hogy csak én nem nyitottam ki eléggé a szemeimet, nem tudom. Ha egy picit gyorsan beszélek, akkor az azért van, mert megjutalmaztam magam egy jéges kávéval így az egész shopping túra után, és nem túl gyakran iszom kávét, elő szokott fordulni néha, és olyankor engem eléggé felszokott pörgetni, úgyhogy most is érzem, hogy így van energiám. És nézzük is. Itt vannak ugye akkor az ajándékok, a születésnapi ajándékok. Ez a márka, nem tudom, hogy ez Magyarországon ismerős-e, illetve azt sem tudom, hogy hogy kell ezt pontosan kiejteni. Jean and Len. Hát valószínű, hogy azt most megint rosszul mondtam. Ez egy mandulás, keratinos, sampon és balzsam duó. A márka amúgy elvileg vegán, és ha jól tudom, akkor állatkísérletmentes is. Az üzletben megszagoltam, szerintem nagyon kellemes az illata, illetve olyan kis lányos a dizájn is, és igen, van, amikor ez is számít. Gondolkoztam rajta amúgy, hogy a Monday-től veszem meg neki a sampon és balzsam párost, mert hogy én azt nagyon szívesen használom. Az most így az új kedvenc sampon balzsamom drogériából, viszont aztán mégis emellett kötöttem ki, mert úgy voltam vele, hogy szerintem ez még inkább lányosabb. Ugye említettem, hogy anyukámnak is küldök egy-két apróságot, neki vettem még egy ilyen szébamerdes tusfürdőt, amit nagyon szeret. Ezt magamnak vettem, mert hogy ma mostam, és elfogyott. Illetve képzeljétek el, mindig a Rossmannban szoktam venni az Oral-B-től ezt a fogbalzsamot, amit nagyon-nagyon szeretek. És a múltkor megkértem Martint, hogy vegyen nekem, mert elfogyott, és nem találtam. Helyette egy másik korábbi is fogkrémát vett, és nem szeretem, nagyon-nagyon nem szeretem, úgyhogy most úgy voltam vele, hogy oké, akkor veszek magamnak, de nincsen. Nem tudom, hogy megszűnt az a termék, vagy hogy csak így a Rossmannban nem kapható már, a DM-ben sincsen. Úgyhogy elég nagy probléma ez számomra, mert nagyon finnyás vagyok a fogkrémekre, legalábbis a fogkrémek ízére. Úgyhogy most egy ilyen sima Colgate fogkrémet vettem. Ennek legalább tudom, hogy az íze oké, és na mindegy. Szintén anyának vettem szébamert intim lemosót. Ezeket mindig innen szoktam neki hazaküldeni, vagy hogyha itt van, akkor ugye megvásároljuk neki itt. Mert azt hiszem, hogy az otthon nem kapható, vagy hogyha igen, akkor a Müllerben és így az ő környékén nincsen Müller, ahova járhatna. Aztán születésnapi ajándék, a Gliss-Kurtól találtam egy ilyen kis picike, kis rózsaszínbeütésű, hát egy szérum, egy szérumot, mondom én, hogy ez a kávébe ütött. Ha már nem találtam ilyen haj egyenesítő szérumot, akkor egy ilyen hajvégápolósat vettem neki. Illetve szintén ugye hajas témához itt van egy hőre aktiválódó egyenesítő spré, ami 230 fokig védi is a hajat a káros hőhatásoktól. Ezt nem szagoltam meg, hogy milyen az illata, remélem, hogy nem valami szörnyedelem. Nem, elmegy. Tök jó kis gyümölcsös, kis fiatalos, szerintem ez egy fiatal lányhoz abszolút illik. A TK Maxx-ben egyetlen egy dolgot vettem, méghozzá az ő születésnapi ajándékait egy ilyen tasakban fogom átadni. Én nagyon nem tudok születésnapi vagy karácsonyi ajándékokat becsomagolni, tényleg mindig ilyen táskákat veszek inkább, mert semmi tehetségem a csomagoláshoz. A TK Maxx-ben láttam még meg Martinnak valamit, mert tegnap, ahogy úton voltunk, megint felidegesített,
hogy egyszerűen nincsen a mobiljának egy tartó a műszerfalon az autóban, és így leszokta tenni, nem tudom úgy elmagyarázni, hogy hol, de hogy valahova leszokta tenni, és ott többnyire meg szokott állni magától, viszont tegnap is elmozdult a telefon többször is, és szerintem ez nagyon-nagyon veszélyes, főleg vezetés közben, úgyhogy vettem neki egy ilyen műszerfalra felszerelhető telefontartót. Végre valahára, nem is tudom, hogy miért halogattam ennyi ideig. Annyiszor mutattam már nektek a Dirty-t, ami ugye Shirin Davidnek, akit én annó még YouTube-on kezdtem el nézni, mostanra már azt hiszem, hogy felhagyott így a YouTube-os karrierjével, viszont zenei pályára tért át, és szeretem a zenéjét is, illetve ugye megalapította ezt a Dirty márkát, ami az ő... Azt hiszem, hogy sima jeges teával kezdte, annak most már van alkoholos változata is, és ez most így az energiaital, ami szintén ilyen jeges tea. Úgyhogy vettem egy ilyet magamnak. Nem nagyon szoktam energiaitalt inni, a munkahelyemben előfordul. És szerintem erre is biztos, hogy találok majd egy jó alkalmat, amikor kelleni fog egy kis energia. Születésnapi ajándék, azt hiszem, hogy ez a két utolsó termék. Méghozzá a Tangle Teaser-től vettem egy ilyen szép rózsaszín hajkefét. Ez nekem is megvan, nagyon-nagyon szeretem, én mindenkinek tényleg tiszta szívből ajánlom ezeket a Tangle Teaser keféket, mert szerintem tényleg zseniális. Úgyhogy egy ilyen is kiköt majd az ajándéktasiban. Valamint, lehet, hogy egy kicsit túlzásba estem így a rózsaszín mániával, de ugye az Invisible Bolt is nagyon-nagyon szeretem. Ezt is tényleg nem tudom már hányszor láthattátok nálam, hogy újat vettem magamnak, vagy hogy esetleg ajánlottam. És úgy voltam vele, hogyha hanyas téma, akkor egy ilyennek is muszáj kikötnie az ajándékok között. Azt nem lehetett elkerülni, úgyhogy ezt is rózsaszínben választottam ki. A Rossmannban vettem még rágót, nedves WC-papírt, a Genus Plus Rossmann saját márkás nasiát, ami szerintem az egyik leges, legfinomabb fűszerezésű ilyen magkeverék. Ez ilyen táj fűszeres, és tényleg olyan kellemesen pikáns, úgyhogy ezt tudom nektek ajánlani, ha szeretitek a fűszeres magvakat. A többi az azt hiszem, hogy minden az Edekából van, mert hogy ott zártam az egészet, és vettem anyának Toffifit, mert nagyon-nagyon szereti, és ez most nagyon jó áron volt. Martin ezt a sokokkuszt, ezt a, tudjátok, ilyen édességet szereti nagyon, és ez most pörkölt mandulás. Martin ugye imádja az ilyen magvakat, szerintem ennek nagyon-nagyon fog örülni. Avokádót vettem, a kedvenc felvágott alternatívámat vettem meg, illetve a mai vacsorához vásároltam még be, ezt meg fogom nektek mutatni. Nagyon egyszerű ételt választottam ki mára is, méghozzá ilyen parmezános, fűszeres, olajjal megkent kelbimbót és burgonyát fogok sütőben sütni. Ehhez pedig egy salátát szeretnék készíteni, úgyhogy itt van egy fej jégsaláta hozzá. A parmezán természetesen nem maradhatott el. A salátához van itt egy uborka, kelbimbó, illetve ilyen pici burgonyát vettem, ez az úgynevezett drillinge. És ezeket nem kell megpucolni sem, elég jó alaposan ugye megmosni. Elő fogom főzni a burgonyát is, illetve a kelbimbót is ehhez az ételhez, de ezt majd úgy is mutatom nektek. Amúgy ma még egyszer el kell mennünk bevásárolni Martinnal, mert holnap ugye ünnepnap van, és holnap szeretnék még egy süteményt sütni, illetve levest és még egy ételt készíteni. Ezekhez kell még egy-két dolgot vásárolnunk, de össze is írom mindjárt így a receptek alapján, hogy ne kelljen túl sok időt eltölteni az üzletekben. Radagast. Radagast. Tudom, hogy hallasz. Tudom, hogy hallasz. Háló. Hör auf damit. Hör auf damit. Du alter verrückte du. Az vagy. Az vagy, öreg bolond vagy. Igen. Nem, ilyenkor nem lehet elterelni a figyelmét. Csak a csomagolás élteti. Mindent össze kell nyalogatnia, úgyhogy gyorsan napakolok, hogy ne jusson minden erre a sorsra. I fall in your sight.
Majdnem kész vagyok a videónak a megszerkesztésével, már csak ez a végszó hiányzik. Arra gondoltam, hogy egy pár szót ejtenék így a receptekről, mert nem vettem fel minden lépést, nem annyira nagyon részletesek ezek a felvételek, viszont igyekszem majd az infoboxba beírni tényleg a mennyiségeket, illetve a lépéseket is. Hogyha sikerül még ma feltöltenem ezt a videót, bízom bennem, akkor valószínű, hogy a recepteket az infoboxban csak holnap találjátok majd meg, mert mindjárt mennem kell dolgozni, és nem lesz időm már beírni őket. Szóval nézzetek vissza holnap.
és akkor megtaláljátok őket majd így a leírásban. A pizzalevest azt én ebben a gyerekotthonban ismertem meg, ahol dolgozom. Előtte nem hallottam róla. Az egyik lakó kérte, hogy főzzek pizzalevest, és így jöttem rá, hogy nem csak pizzaleves létezik, hanem van hamburgerleves, meg van lazánnyaleves, szóval lehet kreatívkodni így a nevekkel. És a hozzávalók, amiket láttok, az nagyjából 10 főre szól. Szóval a munkában mindig nagyobb mennyiségeket kell készítenem, viszont a receptet azt szerintem úgy fogom majd beírni, hogy egy ilyen 4 fős adag készüljön majd belőle. A leves maga szerintem finom, érdemes kipróbálni, ha nem szeretnétek húst használni hozzá, akkor nyugodtan helyettesíthető ez vörös lencsével, vagy akár szójagranulátummal is. A kávés kuglóf elsősorban öcsém kívánságára készült. Nekem nem a kuglóf a kedvenc süteményem, mert valahogy az én ízlésemnek egy picit száraz a tésztája. Habár ezzel a kuglóffal így az első 1-2 napban nem volt ilyen probléma, utána így a harmadik naptól lehetett érezni, hogy egy picit kiszáradt. Ez az öntet, ez a porcukros kávés öntet, ez abszolút jót tett neki, úgyhogy ezt is tudom nektek ajánlani, hogyha esetleg vendégeket vártok, akkor ez is egy ilyen jó vendégvárós sütemény. Az egyik személyes kedvencem a pink pasta volt ebből a pár receptből, amit itt láthattok. Egyrészt, mert iszonyatosan egyszerű, tényleg csak mindent fűszerezel, és betolsz a sütőbe, és leturmixolod, és összekevered a kifőtt tésztával, és ennyi, készen is van a vacsora. Illetve nagyon-nagyon-nagyon finom volt. Ha szeretitek a céklát, mindenképpen próbáljátok ki, mert szerintem nagyon megéri. Ezt a palacsinta receptet, ami anyukám még számtalanszor készítettem már, mindig nagy sikert arat, nagyon finom, puha, ami a különlegessége szerintem, hogy ha nem fogy el, akkor a hűtőben is lehet utána tárolni, és másnap esetleg egy picit megmikrózni, hogy melegebb legyen, viszont puha marad, úgyhogy nem keményedik meg. A tojásleves a világ egyik legegyszerűbb levese, egy rántást készít az ember, amit utána fűszerez piros paprikával, fokhagymával, én köményt is hozzátettem már ekkor, és utána budjantok bele tojást, majd amikor ezek megfőttek, lejárt a főzési idejük, akkor belecsorgatok tojást, és nagyjából ennyi, meg is volt a leves, viszont szerintem amellett, hogy egyszerű, az egyik legfinomabb leves. A másik nagy kedvencem a kelbimbó és a burgonya volt parmezán köntösben. Nagyon finom. Próbáljátok ki, tudom, hogy sokan óckodnak a kelbimbótól, nekem az egyik kedvenc zöldségem, főleg ősszel. Érdemes kipróbálni, nagyon, nagyon finom, tényleg olyan, mintha valami kis sós snacket enne az ember. Ehhez ugye nálunk készült saláta, illetve petrezselymes fokhagymás tejföl ilyen mártogatósnak. Nem volt olyan egyszerű. Megmondom teljesen őszintén, mint amilyenre így a recept alapján számítottam. Picit ugye változtattam a recepten, nem tudom, hogy ez okozta-e így a problémákat. Illetve én úgy szoktam csinálni, hogy ha látom, hogy valahol akciós a vaj, akkor veszek belőle 2-3 darabot, és lefagyasztom. És az a vaj, amit ehhez a süteményhez használtam, is a fagyasztóból került ki. És nem lesz semmi baja amúgy a vajnak, viszont egy picit megváltozik az állaga, vagy nem lesz annyira szilárd, mint a sima vaj, ami csak a hűtőben volt tárolva, hanem annál egy picit krémesebb, és lehet, hogy ez okozta a problémát, mert egyszerűen a világért se sikerült úgy kinyújtanom, hogy utána bele is tudjam tenni a sodrófára rátekert tésztát a formába. Kezdtem majdnem elveszíteni a türelmemet, és a vége az lett, hogy ilyen kicsi darabokra vágtam, és úgy szépen belenyomkodtam. Izgultam, hogy ezt a tetejével is meg fogom-e majd tudni csinálni, és szerintem látjátok is a felvételeken, hogy hát ilyen kisebb darabokból áll össze. Ezután a végeredményen nem látszódik, mert kerül rá ugye egy kis fenyőmag, illetve porcukor is, úgyhogy esztétikailag szerintem nem volna semmit az értékéből, de azért egy picit bonyolultabb volt, mint ahogy én azt gondoltam. Az utolsó fogás pedig egy indiai rakott burgonya volt, ez is nagyon-nagyon egyszerű, a fokhagymát, a gyömbért és a vöröshagymát, azt egy ilyen joghurtos zöldséglés mixel összekevertem, fűszereztem indiai fűszerekkel, ezeket beírom majd az infoboxba, és ráöntöttem a vékony karikákra felszeletelt burgonyára, be a sütőbe, emellé mi céklát ettünk, és ez is egy nagyon finom és nagyon egyszerű vacsora. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Írjátok meg nyugodtan, hogy van-e olyan a receptek között, amit biztos, hogy kipróbáltok, illetve hogyha kipróbáljátok, akkor nyugodtan küldhettek róla képet Instagramon, ennek mindig nagyon szoktam örülni, és azt is megírhatjátok, hogy nektek mik a kedvenc őszi receptjeitek.
ezzel véget is ért a vlogtóper. Kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban is a visszajelzéseitekre, úgyhogy írjatok nyugodtan hozzászólást, hogy mi az, ami tetszett, mi az, ami kevésbé tetszett, mi az, ami hiányzott például így ebből a vlogtóberből. Érdekelne tényleg így, hogy mit gondoltok, illetve a vlogmasszal kapcsolatban is jöhetnek már így témafelvetések, ötletek, javaslatok, mi legyen mindenképpen így a vlogmassz ideje alatt majd videókban megjelenítve. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb, addig is tegyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!